Magyarország több évtizedes lemaradásban van a nyugati országok demencia kezelési gyakorlatához képest. Ezen a helyzeten néhány éve egyéni kezdeményezésekkel próbál javítani Menyhárt Miklós sebészfőorvos. A bőnyi szakember 2014-ben Győrben indította el az Alzheimer Café-t külföldi minta alapján. A győri klub nem rejtett célja már a kezdetektől az volt, hogy minél több ehhez hasonló klub alakuljon az egész országban, hogy segíthessenek a nehéz helyzetbe került családoknak. Nálunk Magyarországon valóban nem foglalkozott ezzel a problémával senki. Az ottani ismereteim alapján, amikor hazajöttem 2013-ban, akkor határoztam el a lányommal és a barátnőivel együtt, hogy gyerekek, csinálunk egy valami újat, ami talán másképpen sok mindenben segítene sok embernek. És ez volt az ötlet, ennek alapján hoztuk létre az első magyar Alzheimer Cafét. Menyhárt Miklós sebész főorvos tartott előadást a betegségről, annak tüneteiről, felismeréséről és kezeléséről a tokai kávépörkölő manufaktúrában. Az érdeklődők a neves szakembertől útmutatást is kaptak a betegek kezelésével kapcsolatban. A találkozón azt is megtudhattuk, hogyan különböztessük meg a feledékenységet a demenciától. Nagyon lényeges dolog, hogy legelőször a hozzátartozók vehetik észre, csak sokszor elmennek mellette. Magyarországon különösen gond az, hogy hát ugye amikor egy ilyen betegségnek a gyanúja fölmerül, a család szégyelni kezdi, és ez az oka annak, hogy sokszor nem is foglalkozik, hát a mama úgyis már öreg meg. Beholott, azt tudni kell, hogy ez akkor az nem jelent demenciát. És azt is mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy az Alzheimer-kór az a betegség, a demencia az nem betegség, hanem az egy gyűjtőfogalom, egy tünetegyüttes, amiből többféle demencia formának a formája van, például az éreredetű agyvérzés utáni demenciák, a baleseti sérülések után kialakuló demenciák, és ugye a degeneratív demenciák, amik közül az Alzheimer-kor a legnagyobb mennyiségben előforduló, ezek a demenciák kialakulnak, és ezeknek az ismerete Magyarországon még, hogyha valaki demenciában szenved, az egy stigmát jelent a családra, és ezt nem beszélnek róla. Az Alzheimer Café országos mozgalmához a tokai egészségfejlesztési iroda is csatlakozott. Egy csésze kávé vagy egy bögre tea mellett a betegségben és a demencia más típusában érintett családtagok találkoztak és beszélgettek egymással a kávépörkölő manufaktúrában. Tokai Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Ugye 5. éve működteti az egészségfejlesztési irodát. Ebben az évben az egészségfejlesztési iroda funkcióját a mentális egészség funkcióval bővítettük ki, és 2018. június 1-ével elindult a Lelki Egészség Központ intézményünk, és ennek keretén belül gyakorlatilag fölmerült az Alzheimer Café-nak a működtetése, vagy a beindítása Tokajban. Én jó magam már korábban Miskolcon, nagyobb városokban találkoztam ennek a rendezvénynek a megszervezésével, illetve voltam is rendezvényen, és azt gondoltam, hogy Tokaj egy olyan város, ahol ennek helye van. Innen jött a gondolat, és fölvettük a kapcsolatot Menyhárt Miklóssal, aki ennek a elindítója volt az országban, megkerestük azokat az intézményeket, vagy azokat a Alzheimer Cafét működtető alapítványokat, egyesületeket, és utána néztünk, hogy mi ennek a módja, és azt gondoltuk, hogy ezt mi is meg tudjuk itt helyben csinálni. Ez az első alkalom, hogy október 2-án itt találkozunk, és a későbbiekben pedig havi rendszerességgel szeretnénk ezt a beszélgetést megtartani. A találkozások elsődleges célja az, hogy megteremtse a demenseket elfogadó társadalmat, és az is fontos, hogy a betegek családtagjai együttérzést kapjanak a kirekesztés helyett, és az elszigetelődés megszűnjön. Az Alzheimer Café nyugodt beszélgetése biztosít lehetőséget, méghozzá családias légkörben.